Na hát meg annyi kerek évfordulót fogunk most ünnepelni, mert hogy 10. stúdió albumával ünnepli fennállásának 20. születésnapját a Balázs Elemér Group, és itt van velünk Balázs Elemér Groupnak az alapítója, a jazzdobos, és akkor szerintem kitalálják, hogy mi a családi és keresztneve, szóval itt van Balázs Elemér, jó reggelt! Duplán boldog születésnap! Így van, más ez az album, mint a korábbiak voltak? Igen, más, hiszen annyival különlegesebb, hogy a zenekarból mindenki írt most, tehát az összes zenész, ugye heten vagyunk, és mindenki hozzátett egy kompozíciót ez az albumhoz. Ilyen nem volt az előző albumunkon. Többnyire az öcsém Balázs József, az én jobb kezem a zenekarban, a zongorista, és én írtam nagyjából a szerzeményeket, viszont ezen a lemezen most mindenki hozzátett. Mennyire lett ez teljesen más, bocsánat, vagy mennyire lett egységes? Mert a hét az azért az ugye szép szám, hogy heten vagytok, és nyilván mindenki teljesen más, még hogyha jazz, akkor is más a műfajon belül. Nagyon érdekes és nagyon jó kérdés, hiszen ugye azért ennek a zenekarnak most már van egy állandó soundja, és tényleg megismernek minket, aminek nagyon örülök. Egyébként ezt valahogy a zenészek is érezték, ráéreztek, és pontosan emiatt a zenekar stílusához írták a kompozíciókat, és így nagyon egységesnek mondható, és tényleg a zenekar szandjához írták. Rendben, viszont ez egy házi feladat volt? Tehát mindenkinek meg lett mondva, hogy már pedig mindenki ír egy számot, mert így tudunk egységet demonstrálni, mi vagyunk egy csapat, vagy pedig mindenki úgy érezte, ha már a másik hat benne van, én nem maradjak. Nem volt házi feladat, erre mindenki ráérzett. Tehát tényleg ez a mostani felállás most már 3 éve működik így, illetve bocsánat, Horváth Szinti, aki 2 éve jött nagyjából hozzánk, ő a legújabb, de valahogy mindenki ráérzett erre, és tényleg én csak annyit kértem, hogy írjanak. Oké, de a jazz az mégiscsak egy nagyon improvizatív műfaj. Amikor azt mondod, hogy egy kompozíciót megalkottak, ez azt jelenti, hogy azok a kompozíciók kottán is léteznek, akár kottán is játszátok, vagy megtaláljátok, vagy minden más-más és más, vagy az improvizáció akkor ebből egy kicsit háttérbe szorult? Egyáltalán nem. Ezek a kompozíciók természetesen le vannak fektetve kottán, tehát van egy téma, van egy alap harmóniai váz, és ezekre történnek az improvizációk. Mi az improvizáció? A lemezen, ugye a lemez az feljátszottátok, tehát persze, az megvan, ott igen, nyilván igen, az igen. Van, és akkor mennyire más mondjuk a lemez bemutató koncert, hogyha meghallgatom hát a lemez. Nyilvánvalóan ezért jazz, hogy, és ezért izgalmas ez a stílus, mert azért hozzáteszünk, és nyilvánvalóan mindig más kell, hogy legyen, hiszen az improvizáció ezt a szabadságot adja, aminek mi nagyon örülünk, és ezért mindig izgalmas, gyakorlatilag minden élő koncerttel lehet így mondani. Ugye rólatok lehet azt tudni, hogy nagyon állandó stábtagokkal játszotok. Említetted, hogy a legfrissebb tagotok is 2 évvel ezelőtt csatlakozott, de egyébként állandóan. Akkor, amikor egy zenekarról beszélünk, gyakori az, hogy cselélődik, akár még a frontember is, de ez a dobos, az a gitáros. Az például, ahogy itt te mondtad, a soundot, mint a hangzásvilág. A tiéteken meglátszik az, hogy ez egy nagyon összeérett csapat? Abszolút. Tényleg valahogy úgy alakult ez alatt a 20 év alatt, hogy mindig olyan zenészeket választottunk az öcsémmel, akiket tudtuk, hogy valahogy erre a stílusra rá fognak érezni, és passzol az ő egyéniségük, zenei stílusok a igen, mert azért cserélődtetek, ti cserélődtetek. Hogyne, hát azért a 20 év alatt volt rengeteg. Egyébként megjelent egy könyv erről még a 15. évfordulónkon, tehát a 15 éves évfordulónkon, ahol leírjuk, hogy milyen tagok voltak, miért cserélődtek. És egyébként azóta, ahogy ott a könyvbe befejeztük, ez a mostani felállás, ez egy nagyon erős mag. Itt most csak az énekes nőben volt váltás. No, a koncertről mesélj még, mikor lesz, hol lesz, mit kell tudni róla, lehet-e még jegyet váltani rá? Abszolút lehet jegyet még kapni, most csütörtökön, tehát július 23-án este 8 órától a Várkert Bazár öntőház udvarában, ami egy csodálatos környezet, várjuk sok szeretettel a nézőket, és valószínűleg nagyon jó idő lesz, szép,
Most néztük, igen, az adás előtt. Úgyhogy eső napra nem lesz tényleg minden adott. Egyébként az eső nap 30-a, ha esetleg úgy alakul, de minden úgy néz ki, hogy csodálatos idő lesz. Egyébként átálltatok egy nagyon picit a mostani járványhelyzet miatt, akár a beltériről a kültéri koncertezésre, vagy pedig megérzitek azt, hogy esetleg a zárt területeken azok a rajongók, akik elmennének zenét hallgatni, és a politikából tudjuk, hogy még isznak is esetleg, szóval, hogy jobban preferálják esetleg a szabadtéri rendezvényeket, akár a szervezők is? Ez nagyon érdekes. Nálunk valahogy ez úgy alakult, hogy amikor jött ez a szörnyű helyzet, akkor nekünk a karantén pont egy ilyen pihenő időszakba jött, hiszen túl voltunk egy turnén, most már negyedik éve támogat minket Magyarország vezető legnagyobb olajipara társasága, ami egy fantasztikus dolog jazzben, és pont egy turnénak a végén voltunk. Egyébként ebből a lemezből is lesz majd egy országos turné, reméljük, hogy sikerül megtartani, és pont felvettük a stúdió munkálatokat, és utána jött ez a iszonyú szörnyű helyzet, ami mindannyiunknak nagyon rossz volt, de nyilvánvalóan az élő koncertek nagyon fontosak mindannyiunk számára, hiszen tényleg így tudunk eljutni az emberekhez. Például mi is majd remélem ezzel a lemezzel, és azért megviselt minket. Szóval pont az első két hét az nagyon jól esett, hogy pihenünk, mert hogy egy hosszú turné után voltunk és a stúdió munkálatok. Annyi elég is lett volna. Aztán utána igen, megéreztük, és már nagyon hiányzik, úgyhogy nagyon éhesen várjuk ezt a koncertet. 23. Várkert Bazár, Öntőház udvar. Este 8 óra. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük.